Kedves kollégák, akkor elkezdjük a mai webináriumunkat. Nagy Regina vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az eTwinning program, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ és az IVS nevében is. És nagyon örülök, hogy ebben a közös szervezésben megvalósul az idei év első digitális témahéthez kötődő webinárium. A rendszerben az eTwinning program vendégei vagyunk, ahogy már az elmúlt években is néhányszor, és néhány technikai információt szeretnék elmondani, mielőtt Őrinné Simonovics Andrea elkezdi a webináriumot. Kérdéseket középen a chatben tudtok majd feltenni, akár az előadás közben is, én ezeket fogom figyelni, össze fogom gyűjteni, és a végén Andi fog majd válaszolni nekünk, de természetesen a végén is lesz lehetőségetek majd kérdezni. Aki pedig majd szeretne a részvételről oklevelet kapni, az figyelje majd a végén szintén a csetet, ide fogom betenni annak az űrlapnak a linkjét, amit hogyha kitöltötök, akkor egy elektronikus oklevelet fogunk elküldeni a részletekre. És akkor induljunk is el, megkérem Andit, hogy tartsa meg a mai webináriumunkat. Sziasztok, Őrinné Simonovics Andrea vagyok. A Pécsi Kodály Zoltán gimnáziumban tanítok spanyolt és fizikát spanyolul, emellett még angol szakos tanár is vagyok, és januártól eTwinning nagykövet Dél-Dunántúlon. Egy picit csak pár szóban szeretnék beszélni az eTwinningről. Rögtön megpróbálom indítani a diasort. Hogy miért tartjuk fontosnak azt, hogy tudjatok róla, ha esetleg még nem vagytok regisztrált tagjai az eTwinningnek. Jelenleg Európa legnagyobb tanári közössége. Épp szeptemberben lépte át a bűvös határt, most már több mint 500 000 regisztrált tanár van fent ezen a felületen. És hogy miért is annyira fontos nekünk ez mostanában, sokszor gondolunk innovatív pedagógiára, szeretnénk egy kicsit módszertanilag is megfrissülni, felfrissülni. Itt tulajdonképpen 189 ezer iskola található meg különböző profilokkal, jelenleg 65 ezer projekt fut, és amint már említettem, nem csak azoknak ajánlom, akik szeretnének egy projektet indítani, vagy egy projektbe bekapcsolódni. Én a módszertani megújulást nagyon-nagyon fontosnak tartom, hiszen olyan változó környezetben élünk, és olyan hihetetlen 21. századi elvárások elé vagyunk állítva, hogy sohasem jön rosszul egy pár új ötlet, néhány új tanfolyam. Ezek közül az online továbbképzési lehetőségeket ajánlanám, amelyek a webináriumok és a különböző oktatási események. Ezek közül rögtön mutatok egyet, amin tavaly én is részt vettem. Először is elmondanám, hogy nem vagyok gyógypedagógus, tehát nem azért szeretnék erről a témáról beszélni, mert hogy erről az oldalról tudom megközelíteni a példát, a témát. Inkább azt szeretném bemutatni, hogy a hétköznapi életben a tanároknak miért lehet fontos az, hogy tudjanak az inkluzióról és gondolkodjanak ebben. Az eTwinning közösség az elmúlt hónapokban egy elég nagy inkluzív kampányt folytatott. Ez a bizonyos oktatási esemény is része volt ennek. Ez egy kéthetes online kurzus volt, aminek a címe Kezdők útmutatója az inkluzív és a hozzáférhető osztályteremhez. Majd még fogok beszélni róla, hogy az előadó egy ír igazgató helyettes volt, és hogy miért pont épp az írek, majd megmutatom a PISA eredményeket, és meglátjuk, hogy nagyjából hol helyezkedünk el mi az inklúzióban, és hol van mondjuk az Egyesült Királyság, Írország és más egyéb országok. Minden esetre az alatt a két hét alatt rengeteg jó ötletet kaptam, és egy kis bizalmat ahhoz, hogy én is el tudjam kezdeni ezt, és hogy egy kicsit másképp közelítsem meg a diákokat és az egész oktatási folyamatot.
Azt is elmondom, hogy szerencsém volt most egy pár hete részt venni a Máltai éves ITWinning konferencián, aminek szintén ez volt a témája. Rengeteg IKT-eszközös ötletet kaptam, a végén erről is fogok beszélni, és egy kis megerősítést is, hogy talán mégiscsak érdemes ezt csinálni, és hogy célra vezető így foglalkozni a gyerekekkel. Még mindig a reklám helyen, október végén jött ki ez a kis kiadvány, igaz, hogy még csak angolul érhető el, az ITWinning felületéről letölthető. Tehát a befogadás kultúrájának építése az ITWinningen keresztül nagyon sok projektötlettel, módszertani tanáccsal, és megmutatnám nektek, hogy mi szerepel ennek a bevezetőjében, mert hogy ez lenne az a téma, amiről nagy általánosságban ma beszélnénk. Tehát mindenkinek joga van a minőségi és befogadó oktatáshoz, képzéshez és egész életen át tartó tanuláshoz, annak érdekében, hogy megszerezze, szinten tartsa és fejleszte azokat a készségeket, amelyek lehetővé teszik számára, hogy teljes mértékben részt vegyen a társadalom életében, és sikeresen alkalmazkodjon a munkaerőpiaci változásokhoz. Jó, tehát lehet látni, hogy ez egy tágabb értelemben megfogalmazott cél. Egyébként az előszó Navracsics Tibortól származik, Európa Bizottsági Biztosunktól, mert hogy nem kimondottan és nem csak arról fogok beszélni, sőt, tényleg nem ez lesz ma a téma, hogy az SNI-s vagy BTMS gyerekeket hogyan integráljuk, hogyan vonjuk be, hogyan fogadjuk be az oktatásba, hanem olyan általános társadalmi jelenségekről is szeretnék említést tenni, amely nagyon nagy kihívást jelent számunkra, tanárokra, és magának az egész oktatási rendszernek is ez egy kihívás ebben a pillanatban. Egy kicsit az inkluzió fogalmáról, tehát ha azt a szót halljuk, hogy szegregáció, ahhoz természetesen egy negatív élményt kapcsolunk, mert hogy a közösségből kizárva attól távol folyik valamilyen csoportnak a kezelése. Ha belegondolunk, tulajdonképpen a speciális iskolák is ilyenek, tehát hogyha valóban nagy szükség van erre, az elkülönítésre, akkor ezt megtesszük. Azonban sokkal jobb, hogyha szerves részévé válnak azok a diákok is a közösségeknek, akik valamiféle lemaradást, devianciát vagy problémát mutatnak az oktatási folyamatban. Tehát nem elég őket egyszerűen integrálni, behelyezni a csoportba, hanem nagyon fontos a méltányosság, tehát hogy próbáljuk ugyanolyan módon és ugyanolyan eszközökkel, vagy pedig kicsi differenciáltabb eszközökkel hozzájuk is igazítani azt az oktatási formát, amit többségi oktatásként szoktunk emlegetni. Még egy pár statisztikai és elméleti háttér. Oktatás és képzés 2020, ez a folyamat, amiben mi is most benne vagyunk. Ez egy uniós nyilatkozat része, méghozzá, amit úgy szoktunk emlegetni, hogy Párizsi nyilatkozat, ez 2015-ben született. Amint láthatjátok, itt is kiragadtam egy részt belőle, az egyenlőtlenség az utóbbi 30 évet tekintve most a legmagasabb szintű. És hogy mit is jelent ez az egyenlőtlenség, ez nem csak egyszerűen készségekben, kompetenciákban jelentkező, hanem akár vonatkoztathatjuk a társadalmi különbségekre is. Tehát az oktatás politikai stratégiának nagyon fontos része az, hogy próbáljuk ezeket az egyenlőtlenségeket kiegyenlíteni, mert hogy ha ezt így hagyjuk, akkor ennek nagy hatása lesz a társadalmi-gazdasági szerveződésére is a jövőnek. Szeretném megemlíteni az egyik elemzőt, Christian Bodewijk, ő a Világbanknak egy elemzője, végzett közgazdász, de főleg az oktatási területet
elemzi a kelet-európai régióban és a balti országokban, továbbá Ázsiában is. A Világbanknak a blogján vagy honlapján több cikk is megtalálható tőle. Én egy 2012-es PISA eredményt mutatnék az egyik cikkből, és nézzük meg egy kicsit, hogy miért annyira szignifikáns ez az eredmény. 15 évesek kompetencia méréséről van szó. Igaz, hogy csak angolul találtam meg ezt az ábrát, de lehet látni, hogy Izland, Norvégia, Észtország, Finnország, Svédország, Olaszország vezeti az élmezőnyt, és hogy miért mondom azt, hogy vezeti az élmezőnyt. Ha megnézitek itt a hátsó részt, akkor látható az, hogy ott vagyunk a vége felé, méghozzá Bulgáriával, Franciaországgal és Szlovákiával együtt, és hogy mik ezek a piros pöttyöcskék. Igazából a 15 éves korosztály átlag teljesítményét mutatják a kék oszlopok, és az a bizonyos piros pöttyöcske az meg azt mutatja, hogy a társadalmilag jobb helyzetben levő, esetleg gazdagabb családból származó gyerekek teljesítménye hogy tér el az átlagtól. Na most azért emelik ki ezt az utolsó négy országot, mert hogy az a hármas szám az azt mutatja, hogy körülbelül 3 évnyi tananyaggal, vagy 3 évnyi készségfejlesztéssel járnak előrébb azok a tanulók, akik esetleg jobb társadalmi, jobb anyagi környezetből érkeznek a közoktatásba. Miért kell ezzel foglalkoznunk? Hogyha megnézitek itt a lista elejét, akkor lehet látni, nem csak azért, mert jóléti társadalmakról beszélünk, hanem egy olyan hihetetlen jól kidolgozott oktatási rendszerrel állunk szembe, ahol a diákokat próbálják egyenlő módon kezelni, és próbálják az egyenlőt és egyenlőtlenségeket befogadó inkluzív pedagógiával kiegyenlíteni. És hát nem meglepő, ugye nagyon régóta tudjuk, hogy a finn oktatási rendszer több szempontból is nagyon-nagyon jól működik. Miért is? Mi még csak most kezdünk rá eszmélni arra, hogy bár nagyon jó eredményeink is vannak, de ezek inkább csak elszórt jó eredmények, tehát nagyon sok területen tehetséggondozásban eddig is jól működtünk, viszont kevésbé foglalkoztunk azzal, vagy kevésbé foglalkozunk azzal, hogy a többségi oktatás mellett a két végletet is jobban bevonjuk. Tehát a tehetséggondozás most már egyre több programmal folyik, még a leszakadozás, vagy akár a korai iskola elhagyás kezelése nagy feladatnak tűnik per pillanat. Ha megnézzük Finnországot, ők már a 90-es években kidolgozták a befogadó pedagógia stratégiáját. A tanárok nincsenek úgymond egyedül ezzel a feladattal, tehát ott már a 90-es évek óta felmenő rendszerbe egy komplex kollaboratív rendszert, tehát amiről mostanában sokszor beszélünk, a hálózatosítás, tehát náluk már a tanárok, a pedagógiai asszisztensek, szociális munkások, pszichológusok, gyógypedagógusok régóta együttműködnek. Tehát gondoljatok bele, hogy most jelen pillanat például a mi gimnáziumunkban 500-as létszám mellett nincs szociális munkásunk, nincs pszichológusunk, tehát ezekről most épp csak álmodunk. A gyógypedagógusok ugye mozgórendszerbe, tehát iskoláról iskolára járva dolgoznak, tehát így elég nehéz jó eredményeket elérni ezen a területen. Egy fontos döntés, amit Finnország már körülbelül 95-ben meghozott, hogy a speciális iskolákat és a speciális iskolai tanterveket lecserélte a többségi iskolákra,
Tehát nem próbálta elválasztani a problémás gyerekeket erről a rendszerről, vagy leválasztani, hanem inkább a többségi iskolákban integrálva vagy befogadva személyre szabott tantervekkel dolgoznak. És még egy nagyon fontos dolog, amit már itt elmondtam a kollaboratív rendszerről, tehát a diákot nem csak egyszerűen a tananyag befogadásának alanyaként kezelik, hanem vizsgálják a személyiségét, a családi hátterét, tehát a szociális háló fölötte sokkal, de sokkal erősebb. Bocsánat, egy pillanat. Mindjárt visszamegyek a diasorhoz. Vagy nálatok látszik a diasor, ugye? Bocsánat, itt a technikai problémáért. Tehát akkor mennénk tovább. Kicsit itt, ahogy kattintgattam, véletlenül a saját nézetemet raktam le valahol a tálcára. Hogy kiket kellene befogadni a 21. századi osztályteremnek. Ez is most egy nagyon nagy és nagyon fontos kérdés, mert hogy ugye köznevelési törvény módosításról is beszélünk ezzel, mert hogy tudtok róla, tehát én is ezért kezdtem ezzel a problémával foglalkozni, hogy eddig ugye a szakértői vélemények vagy a szakvélemények alapján bizonyos felmentéseket, bizonyos kedvezményeket kaphattak az SNI-s tanulók. Most viszont úgy tűnik, hogy nekünk kell kezelnünk majd a helyzetet, és egy kicsit félő, hogyha egyedül leszünk hagyva ebben a helyzetben, akkor nem biztos, hogy megbirkózzunk vele elsőre. Tehát ami uniós tervként szerepel, hogy kiket kell integrálnunk az oktatásba, vagy befogadni ezekben az osztálytermekben, mi is nagyon jól tudjuk, hogyha esetleg vidéki diák érkezik hozzánk, akkor nem biztos, hogy egy vidéki általános iskolából a hozott eredmények ugyanazt a tudást tükrözik. Tehát nagyon sokszor a gyerekek szocializációja is meghatározza azt, hogy milyen módon kell kezelnünk. Aztán, hogyha kisebbségi származású vagy hátrányos társadalmi gazdasági hátterű gyerekről van szó, szintén nagyon nagy különbségek mutatkozhatnak tudásban, tehát nem véletlen azért, ezért vannak az Arany János programok is. A tanulási nehézségekkel küzdőket, ugye erről beszéltem, hogy SNI-s tanulókat is egyre inkább kellene beolvasztani a többségi osztálytermekbe, és ugye nagyon-nagyon fontos fizikai feltételei lennének annak, hogy a fogyatékossággal élőket, és ha csak mondjuk mozgáskorlátozottakról beszélünk, az is már egy nagy kihívás az iskoláknak, hogy akadálymentesíteni tudjuk a tantermeket. Tehát én azt mondom, hogy ez most a terv, ez amit meg kellene valósítanunk, és nézzük meg azt, hogy mi az, amire képesek vagyunk, mi az, amin tudunk mi változtatni. Most hozom a személyes példáimat, mert hogy ettől az évtől ismét osztályfőnök vagyok, és úgy gondoltam, hogy ezzel a szemlélettel próbálok nekivágni a tanévnek. Gondolom, hogy aki esetleg gimnáziumba tanít, annak nem ismeretlen az, hogy mindig szervezünk gólyatábort, békatábort,
Néha költségvetési hiányosságok miatt csak egy naposra sikeredik ez a program. Ezt mi az utóbbi években elneveztük mazsolanapnak. Mit tudunk tenni azért, hogy ez a fajta befogadás, ez a fajta elfogadás a diákok között már elkezdődhessen ilyenkor? Mutatnék néhány példát. Mi ezt augusztus végén csináltuk, egy napos program volt. A drámapedagógus kolléganőm segített, és az egyik tanítványa, aki szintén nekem is tanítványom, és az iskolai színjátszó körben tevékenykedik. Tehát ők olyan csapatépítő tevékenységekkel segítettek bennünket, amivel egy kicsit szorosabb közösségét tudtuk formálni az alatt, az egy nap alatt is a hozzánk érkező gyerekeket. Hogy miért is annyira nagyon fontos ez a lelki ráhangolódás. Erről is fogok majd beszélni, hogy főleg az általános iskolából érkező gyerekek nagyon-nagyon sok előítélettel, vagy akár már pszichés háttérrel érkeznek, tehát elképzelhető, hogy voltak már olyan rossz tapasztalataik, amitől egy kicsit félnek az iskolától, félnek egy másik iskola elkezdésétől. Nem mindegy az, hogy a környezetük mennyire befogadó, tehát hogyha volt egy olyan kisgyerek, aki akár kisebb korában duci volt, és azért csúfolták, és utána már nem tudott annyira beilleszkedni az osztály közösségébe, akkor ők már úgy érzik, hogy nekik duplán rá kell fogadják. Tehát több órán keresztül olyan egymásra hangolódó és közös asszociációs feladatokat végeztünk velük, amelyek próbálták ezeket a korlátokat letörni. Nem tudom, hogy mennyire látható a képen, hogy amikor már a mindenféle ismerkedős játékon túl voltunk, akkor megkértük őket arra, ezt a módszert biztos, hogy ismeritek, hogy közösen fogva egy filcet, egy tollat, egy ceruzát, közösen alkossanak valamit. Hát ezek nagyon kis egyszerű művecskék voltak, az almától a várig mindenféle rajzocska szerepelt ezek között. De ez nem csak arra jó, hogy ők valamit kreatívan alkossanak és közösen csinálják, tehát egy kicsit ez jégtörő feladat is. Irdatlanul gyorsan kialakulnak ezek a kis érzelmi kötelékek, meg sokkal felszabadultabbnak érzik magukat egy-egy ilyen tevékenység után. És akkor jött az ötlet, hogy ha már ennyire benne vagyunk, és ennyire tényleg felszabadultan dolgozunk együtt, akkor menjünk tovább, cseréltünk párokat, tehát különböző kis kártyaosztogatással gyorsan újra tudtuk alkotni a párokat, a csoportokat, és elkezdtünk közösen ötletelni. Ugye nagyon fontos, hogy egymásra kell figyelni, tehát anélkül nem tudnának rajzolni, és hogy ezzel a módszerrel próbáljuk megtervezni az osztálytermünket. Miért fontos? Ugye a diákok életében az előző rossz tapasztalatok, vagy egyszerűen csak az a kontraszt, hogy bejönnek egy terembe, és találkoznak padokkal, fehérre festett falakkal, az már egy kicsit olyan steril környezetet teremt körülöttük, ami nem biztos, hogy az a megszokott környezet, amit otthon biztosítanak a szülők számukra. Tehát az otthonosság érzet megteremtése nagyon fontos. Általános iskolában szerintem minden osztályfőnök, minden tanító nagyon-nagyon sokat dolgozik ezen, főleg az első 4 évben. Aztán utána úgy gondoljuk, hogy igen, most már ott vannak, jól érzik magukat, és nem biztos, hogy annyira erre figyelmet fordítunk.
Írtam ide egy olyat is, hogy lopjuk be az otthoni légkört az iskolába. Miért fontos? Az otthoni légkör valamiféle biztonságot ad. Idézném itt Arianna Máriát, biztosan ismeritek őt, aki az Y-generációról, Z-generációról is írt már. Szerintem nagyon jó könyveket, én minden pedagógusnak szoktam ajánlani őket. És ebben a sorozatban található meg a Ki a fontos én vagy én, a narcisztikus személyiségjegyekről. Tehát többféleképpen is hívjuk ezt a generációt. Én nagyon találónak tartom ezt az én generáció elnevezést is, mert hogy szülőként is azon dolgozunk, hogy próbáljunk minél több mindent megadni nekik, és a figyelmünk és rájuk koncentrálódjon. Tehát, hogy nagyon sok diák azért kezd esetleg egy kicsit deviánsabban viselkedni iskolában, mert úgy érzi, hogy nem ő van a figyelem központjában. Vagy létezik az ellentétes eset is, amikor úgy gondolja, hogy otthon nem biztos, hogy megkapja ezt a figyelmet, ezért az iskolában próbálja maga felé fordítani a tanárok és a diákok figyelmét is. Tehát ez, hogy mennyire tudjuk az otthont becsempészni egy kicsit az iskolába, ez természetesen attól is függ, hogy milyen a gyereknek a családi háttere. Ha jó, akkor hozzuk be, ha pedig esetleg kevésbé jó, vagy kevésbé jó anyagi helyzetben él, akkor pedig próbáljunk egy olyan közeget teremteni, ahova szívesen jön be. Hát itt még mindig a rajzos munka folyamataink látszanak. És akkor mondanám, hogy mire jutottunk. Sajnos nincs kész még az osztálytermünk, tehát itt a szecskavató és minden más történések közepette nem volt rá időnk, de születtek ötletek. És az volt a legérdekesebb, hogy szinte azonnal konszenzusra jutottak, tehát párosával be kellett mutatni a rajzaikat, és utána szinte kikristályosodott azt, hogy ők mit szeretnének. Elmondanám közben, hogy ökoiskola is vagyunk, tehát a növények azok jöttek azonnal, a dekorációk is, saját rajzok, bár még nem kerültek föl. Aztán azt mondták, hogy ők szeretnék, hogyha nagy térérzetük lenne. Azt is szeretnék, hogyha sokkal melegebb lenne ez a terem, és hogyha egy kicsit az otthonból be tudnának lopni valamit, azok a házi kedvencek, értendő mindenféle kis állat ez alatt. Tehát lesz elvileg egy olyan rész a teremben, ahol a házi kedvencek képei kerülnek majd föl, és hát mutatnám, hogy mi a terv, lehet, hogy nagyon meglepő. Tehát ilyenkor, amikor az ember ilyen nagy elhatározásokat tesz, akkor persze a szülőkkel is mindent meg kell beszélni. Nálunk a spanyol tagozaton megengedett az, hogy minden új osztály a hátsó falat akár tapétával vonja be, akár hatalmas graffitit készítsen rá. Tehát ez a szabadság, ez már régóta létezik nálunk. Annyi, hogy most úgy döntöttek, hogy oda ők valami tengert szeretnének. Lehet, hogy azért, mert spanyol tagozat és Félsziget, meg egész Latin Amerika ott van, tehát a szülők azt mondták, hogy támogatják az ötletet, tehát most vagyunk annál a fázisnál, hogy ezt valahogy föl kell vinnünk a falra, ami nem lesz egy könnyű menet. Tehát ez most még egy ilyen kezdeti stádiumban álló dolog, amit nagyon szeretnénk megvalósítani. Minél több személyes érintettségű dolgot szeretnénk bevinni a terembe. Például majdnem minden spanyolos termünkben van egy spanyol térkép, egy spanyol zászló. Most ezen a képen nem látszik, hogy a függöny színe is a spanyol színek, tehát piros-sárga. A tanári asztalon is piros-sárga terítő van. Ők azt találták ki például, hogy legyenek benne ők is, hogy a Nagy-Spanyolország térképre beböködnek is rajzszögeket,
és mindegyikük majd a saját nevét is odarakja, hogy megmondják, hogy ők hova szeretnének utazni, és hogy miért. Tehát például egy ilyen osztálydekorációs, osztályépítős tevékenységet össze lehet kapcsolni akár egy tudásépítő tevékenységgel is. Aztán fizikai környezet. Tehát ugye sokszor találkozunk azzal, hogy gyerekek megérkeznek az iskolába, megint általános iskolában ez nagyon-nagyon jól működik az elején, hogy tanítónénik szinte tyúkanyóként fogva a kezüket, sétáltatják őket egyik terem vagy az osztályterem és az ebédlő és más termek között. Aztán jönnek hozzánk a nagyok, és azzal szembesülünk, hogy van egy háromszintes épületünk, ami szinte egy kész labirintus, és tényleg még az is problémát okoz nekik, hogy hogy tudnak egyáltalán oda találni a megfelelő tanterembe. Ha egy kicsit azt szeretnénk, hogy az sajátjuknak érezzék az iskola épületét is, ne csak az osztálytermüket, én kitaláltam egy olyan feladatot, azt is elárulom, hogy a múlt tanévben, amikor ment a digitális témahét előkészítése, akkor Főző Attilának a kódfelhasználós, tehát QR kódos, térképes webináriumát meghallgattam, és utána jött az ötlet, hogyha nem is azonnal IKT eszközökkel, de hogy valahogy ezt kellene hasznosítanom, és erre találtam ki ezt a tekergők térképe feladatsort, amint említettem, három szintje van az épületnek, ehhez összesen 30 ilyen rövid feladatot dolgoztam ki, 3-4 fős csoportokba, tehát itt is nagyon fontos, hogy nem hagytam őket egyedül, tehát amikor már egy kicsit jobban összeismerkedtek, akkor utána csoportokat alkotva járták be az egész épületet. Hogy lehet egy kicsit közelíteni hozzájuk érzelmileg, vagy a saját szintjükre lemenni egy ilyen feladattal? Hát ugye a tekergők térképe Harry Potterből szerintem mindenki számára ismert, tehát bár ők csak egy normál térképet kaptak, de a különböző pontok be voltak rajta jelölve, és hát nagyon ügyesen, nem mondom, hogy nagyon gyorsan, mert hogy pont ez volt a lényege a feladatsornak, hogy szépen járják be az egészet, és a saját ritmusukba, a saját igényeiknek megfelelően fedezzék föl. Tehát olyan 45-60 percben letudták ezt a feladatot. És amint látjátok, itt a különböző kérdéseknél voltak számozások. Tulajdonképpen a feladvány megoldása az utána ezekből a számozott betűkből alakult ki, ami nem volt más, csak hogy vissza kellett találni az osztályteremhez, és ott édesség, spanyol édesség várta őket. Erről is már említést tettem, hogy miért kell érzelmileg ráhangolni a gyerekeket az iskolára. Priavara Tibor a 21. századi tanár című könyvből szeretnék idézni egy gondolatot, ami egy olyan változás, ami tényleg bekövetkezett, és tényleg nagy mértékben változtatta meg a diákok életében az oktatás szerepét. A gazdasági válság után kialakult egy létbizonytalanság, ennek mind érezzük a hatásait. Hogy ez mit váltott ki a családokban, mit váltott ki a diákokban. Az egyik oldal az, aki úgy próbál közelíteni a közoktatáshoz, hogy szinte megrendelőként lép fel. Tehát vannak elvárásai, és nagyon kemény elvárásai velünk szemben, az oktatási rendszerrel szemben, hogyha úgy érzik, hogy a tanár, vagy az iskola, vagy az oktatási rendszer alul teljesít, akkor ennek hangot is adnak. És van a másik csoport, akik meg úgy érzik, hogy akármennyit is tanultak, akármennyit is küzdöttek az életben, tehát reményvesztettekké váltak, és épp ezért magával a tanulási folyamattal, akár az iskolai végzettséggel kapcsolatosan is kialakult bennük egy olyan negatív gondolat, hogy hiába tanulsz, hiába csinálsz ezt vagy azt, úgysem fogsz az életbe előrébb lépni. Tehát ez egy olyan kialakult helyzet,
amit nekünk valahogyan kellene kezelnünk. Aztán, hogy mi az, ami még esetleg érzelmileg eltávolíthatta a diákokat az iskolától, a kudarc élmények, esetleg a kirekesztettség élménye, és hát igen, az iskolában ugye nagyon fontos, hogy értékeljük a diákokat, és nagyon-nagyon sokszor, mivel kevés az időnk, nagyon nagy az anyag, tehát a tantervileg előírt törzsanyag, ezért nagyon-nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy leginkább szummatív módon értékelünk, tehát vagy diagnosztizálunk, vagy egyszerűen összegezzük azt az eredményt, amit egy témakör után, vagy egy anyagrész után sikerült a diáknak elérnie. Kevésbé nyúlunk bele a folyamatokba, és az élmények hiánya, tehát én azt szoktam mondani, hogy nagyon sokszor ez is annak tudható be, hogy annyira kell rohannunk, annyira a haladásra koncentrálunk, hogy kevésszer tehetjük meg azt, hogy például projektbe dolgozzunk, vagy akár egy nemzetközi, egy helyi, interdisziplináris projektet beépítsünk a tantárgyak közötti térbe. Tehát ez is egy olyan problémaforrás, ami miatt nagyon sok diák azt mondja, hogy nem biztos, hogy a 16 éves kor után is még ott fog maradni az iskolában, és folytatni fogja. Nagyon sokszor szoktam beszélni a Daniel H. Pinknek a Motiváció 3 című könyvéről, akik üzleti életben jobban mozognak, gazdasági életben, ezt a HVG kiadó adta ki, tehát egyáltalán nem oktatásról szóló könyv, csak éppenséggel leírja azt, hogy jelenleg a 21. századi munkahelyeken mennyire motiválhatóak a dolgozók, és hogy miért nem működik például most már a magasabb fizetéssel vagy a pénzzel való motiváció. Itt a jobb felső sarokban lehet látni angol száz nyelvterületen nagyon ismert ez a stick and carrot módszer, vagy hát ez a fajta motivációs módszer. Tehát ugye, hogyha egy kis botocskával valakit kergetünk, az fut előre, a sárgarépa pedig, hogyha valami mézes madzagot húzunk előtte, akkor szintén futni fog utána. Na most a pozitív pszichológiában és ezekben az újabb pszichológiai elméletekben, és nem csak elméleti vonalon, hanem ugyanúgy tehát a gazdasági életben tesztelték ezt, hogy nem biztos, hogy így még lehet motiválni a munkaerőt. Ugyanez vonatkozik a diákokra is, tehát nem biztos, hogy a diák csak azért fog tanulni, vagy csak azért szívesen jár iskolába, mert hogy esetleg jobb jegyeket kaphat, hogyha ő jobban tanul, és az sem lesz motiváló már számára, hogyha egyfajta negatív motivációban részesítjük, esetleg ezt kezdjük el mondani neki, hogy akkor én most megbuktatlak, mert hogy nem nagyon érdekli azt, hogy mi lesz a végkimenetel. Most mondanám azt, hogy ez az utóbbi leginkább azokra jellemző, akik nagyon sok kudarc élményen vannak túl. Tehát a befogadó pedagógiának az lenne a lényege, hogy megtaláljuk az utat mindegyik diák felé, és megtaláljuk azt, amiben ők örömüket lelik. Tehát a Prievera féle könyv is többször elmondja, ez a bizonyos Motiváció 3 könyv is leírja, vagy akár a flow élmény, hogyha ez egy jobban ismert fogalom. Tehát, hogy a jelenlegi diákok, ez a Z és alfa generáció inkább már arról híres, hogy csak akkor hajlandó megcsinálni valamit, hogyha azt élvezetesnek, élményszerűnek, vagy játékosnak találja. Beszélnék még egy picit az önszabályozásról. Jelenlegi oktatási rendszerünk kevesebb teret enged a diákoknak.
Tehát, hogyha ha ők úgy érzik, hogy nem igazán tudnak mozogni ezek között, a keretek között, akkor nem érzik azt, hogy ott a helyük. Tehát ne a megszerzett legyen a fontos, hanem próbáljunk arra koncentrálni, hogy az elsajátítás folyamata is ugyanolyan fontosságú legyen. Megint itt a 21. századi kompetenciákat említeném, a tudásfelhalmozást, problémamegoldást, és a kreatív, és nem csak kreatív, hanem produktív gondolkodást. Nagyon jól tudjuk, hogy jelen pillanatban a nagyvállalatok például olyan friss munkaerőt várnak, akik nem csak egyszerűen feladatot teljesítenek, hanem hozzátesznek valamit az alkotó folyamatokhoz. Fogom még említeni a kollaborációt, tehát nagyon-nagyon fontos tényező az, hogy azért is kell befogadó iskolákat, befogadó közeget teremtenünk a diákoknak, mert hogy az egyéni teljesítmények jelen pillanat a munkaerőpiacon is, nem mondom, hogy kevesebbet érnek, hanem egyszerűen tudják már azt, hogy nem szabad élharcosként egyedül hagyni a jól teljesítő dolgozót, mert hogy nagyon rövid távon kiég, nagyon rövid távon kudarc élményei lehetnek, ha valami nem úgy sikerül. Tehát ezért van az, hogy nagyon sokszor kollaboratív módon foglalkoztatják őket, és ilyenkor az úgymond gyengébb láncemek is ugyanúgy be tudtak kapcsolódni ebbe a folyamatba, és tudják egymást erősíteni. Tehát a befogadó iskoláknak az lenne a lényege, hogy mi is megtaláljuk azokat az érdeklődési köröket, amivel mindegyik diákhoz egy kicsit közelebb tudunk kerülni, és hogy tudjuk őket közösségként dolgoztatni, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy dolgoztatni, foglalkoztatni. Ehhez nagyon-nagyon fontos az oldott közeg, és amit már mondtam, hogy meg kellene találni valahogy a formatív és a szummatív értékelés helyes egyensúlyát, tehát hogyha állandóan csak olyan jegyeket adok a diákoknak, amivel szummatív értékelek, tehát egy nagy dolgozat, vagy egy téma végén, vagy mindig jegyekkel osztályozom az ő munkájukat, akkor nem fogja érezni azt a folyamatot, amiben ő tud teljesíteni, nem fogja érezni azt, hogy ő maga hogyan tud változtatni ezen a folyamaton, tehát hogy milyen formatív értékelési szempontokra gondolhatunk. Nézem közben, hogy mennyi időm van, egy picit begyorsítok, hogy a digitális részre is legyen időnk. Egyszerűen olyan értékeléseket is közbe kell iktatnunk, ez lehet akár egy szöveges, akár hogyha valamit online adnak le, akkor egy képernyő rögzítővel rögzíthetjük egy kis videóban a javítás folyamatát, és ott egyszerűen csak a videónak a linkjét küldjük el, tehát hogy lássa azt, hogy most abban a pillanatban, abban a folyamatban hol áll, mint tudna változtatni, mint tudna javítani. És akkor most nézzük, hogy digitális pedagógiával hogy tudunk erre rásegíteni. Szintén egy másik nagyon fontos és nagyon jó előadást említenék, a YouTube linkeken meg lehet keresni Lénárd Andrásnak a tavalyi előadását, a digitális korgyermekeit, és én ebből gyorsan kiragadnék egy diát is, hogy mi minden jellemző ezekre a gyerekekre. Digitális korban nőttek fel, erről nagyon-nagyon sokat cikkeznek most, és nagyon sok vita alakult ki arról, hogy valóban tényleg annyira digitális benszülöttek el, mint ahogy mi felnőttek gondoljuk róluk. Nagyon óvatosan kell bánni ezzel a kérdéssel, mert hogy sokszor észrevehető, hogy olyan családoknál, ahol nem látják azt a példát, hogy a szülők esetleg a számítógépet munkára is használják, vagy a mobileszközökkel bizonyos alkotó folyamatokat is végezhetnek, akkor ezek az eszközök nagyon sokszor a gyerekek szemében úgy működnek, mint a közösségi portálok elérhetőségei,
vagy egyszerűen csak multimédiás eszközök, amivel videót nézhet, filmet nézhet, zenét hallgathat, de nem biztos, hogy ezeket kreatív módon használják. Gyors információk. Tehát ami miatt nagyon-nagyon sokszor unatkoznak a tantermekben, az az, hogy mi nem tudunk olyan gyorsan pörögni, mint egy YouTube videó, és nem tudunk olyan gyorsan nekik gyönyörű audiovizuális élményeket teremteni. Tehát persze dolgozhatunk rajta, de ezt a sebességet úgysem fogjuk tudni felvenni. Ilyenkor szoktuk egy kicsit a másik folyamatot is említeni, hogy egy picit megtanítani a gyerekeket arra is, hogy hogyan vegyenek vissza ebből az állandó pörgésből. Tehát nagyon sokszor lehet hallani most a multitasking fogalmáról, tehát hogy ők mindig egyszerre 5 dolgot csinálnak, és tényleg annyi mindent próbálnak csinálni, mert hogy úgy érzik, hogy a sport, a zene, az iskola és mindenféle más közösségi élet is nagyon fontos, tehát szinte szétszakadnak, és ezért hozzá szoktak ehhez a tempóhoz. Párhuzamosan dolgozzák föl, szintén említettünk ilyet, ábra és animáció centrikusak. Ez viszont hihetetlenül bejön az oktatásba is, tehát nem csak, hogy ábrázoljunk, animáljunk, tehát aki digitális történetmesélésben otthon van, nagyon jól tudja, hogy egy kollaboratív feladatként nagyon-nagyon le lehet kötni ezeket a diákokat, hogyha valami hasonló módon közelítünk hozzájuk. Hipertextes gondolkodás. Előbb említettem a Harry Potter, tehát abban a pillanatban, hogyha van valamiféle összekötő kapocs, ami hozzá közel áll, sokkal, de sokkal jobban beindul a gondolkodása. Hálózatban működve hatékonyabbak. Igen, nagyon sokszor érezzük azt, hogy egyedül nincsenek ötleteik. Abban a pillanatban, hogyha érzik azt a biztonságos hálót, ami körülveszi őket, tehát ott van egy másik társ, egy másik osztálytárs, sokkal inkább tudnak közösen dolgozni. Még csak annyit, hogy ők eleve ehhez szoktak hozzá. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mennyi időt töltenek közösségi terekben, szerintem Magyarországon a Facebook az, ami legjobban elterjedt a gyerekek között, de a különböző mobil alkalmazások között ott van a Viber, a Twitter, tehát amit napi szinten használnak. Tehát ők mindig azt érzik, hogy akkor vannak biztonságban, hogyha nincsenek egyedül. Azonnali megerősítés. Szerintem minden nap találkozunk olyannal, hogy megírnak egy dolgozatot, és azt mondják, hogy jaj, tanárnő, most akkor gyorsan javítsak ki, mert én annyira kíváncsi vagyok arra, hogy milyen eredményt értem el, és hogy esetleg azt is várják, hogy ezt jutalmazzuk is, és előnyben részesítik a játékot a munkával szemben. Ezt szerintem nem kell magyaráznom, valóban ez nagyon jellemző rájuk. Miért jó egy virtuális osztályterem? Ha befogadó pedagógiára gondolunk, akkor nagyon fontos az, hogy érezze a diák azt, hogy része annak a közösségnek. Ahogy mondtam, rengeteg zárt csoportban dolgoznak, vagy csevegnek Facebookon. Tehát én bevallom őszintén, én Edmodo-ba szoktam dolgozni. Ez egy amerikai rendszer, a magyar tanárok számára is teljesen ingyenesen elérhető. Mondok egy pár pozitívumát. Ugyanúgy lehet társtanári viszonyokat kialakítani, tehát itt például látjátok a saját osztályomnak a csoportját, ahol most mellettem két tanár is bármikor besegíthet, bármikor belenyúlhat a folyamatokba, vagy a saját anyagait föltöltheti a diákoknak. És természetesen ugyanúgy a diákok, egyébként az Edmodo-nak a szerkezete nagyon hasonlít a Facebookhoz, tehát ugyanúgy van egy idővonal, vannak alcsoportok, amit én nagyon sokszor az egyes témakörök tárgyalásához használok, és hogy miért tudás megosztás felülete, a tanárok egymás között is megoszthatják az anyagaikat, és hogyha a diákok esetleg közben valamire rálelnek, ugyanúgy ők is erre a felületre elhelyezhetik. Jó, itt néhány példa, hogy mondjuk egy SNS tanulót
vagy egy kissé figyelemhiányos tanulót miért segíthet egy ilyen virtuális tanterem, azonnali gyors információt kaphat mindenféle történésről, tehát attól kezdve, hogy én ide is ki szoktam írni, hogy mi a házi, vagy esetleg mi lesz a dolgozat témája, milyen segítséget kaphatnak itt a felületen, mivel ez mobil alkalmazásban is ugyanúgy létezik, ezért bármikor telefonon, tableten is gyorsan el tudják kérni. Biztosan nagyon sokan ismeritek a Redmentát, ami kimondottan egy feladatkészítő vagy értékelő rendszer, amit magyar diákok fejlesztettek. Itt bármilyen linket el lehet helyezni az Edmodo-ban, azonban van egy saját tesztkészítő része, és hogyha ilyen online dolgozatot iratok velük, akkor azt is megtehetem, hogy rögtön azonnal, ahogy leadják, ha nincs hosszabb szöveges rész, amit külön kell értékelni, akkor azonnal mutatja az eredményeket. Tehát én dicsőségfalnak szoktam hívni, mert a 6 legjobb eredményt azonnal kimutatja, persze a többit is meg lehet nézni, és azt is megmutatja, látjátok itt a kördiagramokat, hogy egy-egy feladat típusnál milyen mértékben születtek jó válaszok. Tehát, hogyha esetleg nem értékelni akarunk, hanem csak egyszerűen bele akarunk nézni egy tanulási folyamatba, akkor ez jelzésértékű lehet számunkra, hogy mi az, amit még át kell néznünk, mi az, amit jobban át kell tárgyalnunk. Kollaboráció. Nálunk nincsenek laptopok, nincsenek tabletek, viszont van egy informatika terem, ahova engem is beszoktak engedni szerencsére, és nagyon mindig megköszönöm a vezetőségnek, hogy biztosít nekem egy pár órát. Itt pont egy olyan órát láttok, amikor Google dokumentumba kaptak egy feladatot, kisebb csoportokba, bár külön gépeknél ültek, de megvolt, hogy milyen alcsoportokba ki milyen témán dolgozik. Ez egy ilyen információkeresős óra volt, amikor nekik kellett szelektálni a információk között, és az volt a feladat, hogy a családdal kapcsolatos témákat dolgozzák föl. Például volt ilyen, hogy miért csökken a házasságok száma, miért van egyre több válás, miért születik kevesebb gyerek. Tehát itt egy kicsit a kreatív gondolkodás az, hogy mennyire tudja az információt megszűrni, és közben meg folyamatosan együtt is tudtak működni. Tehát volt olyan kis csoport, aki egymás mellett ült, és megbeszélte közben, hogy ki mit szeretne beépíteni az elkészült anyagba. Visszatérve a befogadó pedagógiához, nagyon-nagyon fontos az, hogy a differenciálást is meg tudjuk így oldani digitális pedagógiával. Tehát például az Edmodon meg tudok olyat csinálni, hogy különböző szintű feladatokat helyezek el, megszámozom nekik 1-től 6-osig. Egy kicsit az önszabályozás is benne van, hogy melyik feladat részt szeretné csinálni ő, mi az, amibe belekezd. Ezáltal is tudjuk differenciálni, és a saját igényeikhez egy kicsit jobban alkalmazni az osztálytermi feladatokat. Még egy példa, szintén informatika terem, egy kedves kolléganőm alakította ki ezt a termet, bár nem nagyon feltűnő, itt most két különböző életkori csoport dolgozik, a saját osztályom a gépeknél épp egy Edmodo feladatot old meg, mi középen, akik nem írták meg a fizika dolgozatot nálam, ők poddolgozatot írnak. Azért mutatom ezt az osztálytermet, mert hogy ez nem a dekoráció miatt annyira befogadó, inkább amiatt, hogy sokfajta funkcióval bír. Tehát akár lehet külön csoportosítani azokat a diákokat, akik valamilyen más témán dolgoznak, vagy más szinten kell, hogy feldolgozzák az anyagot, lehet a számítógépeket is használni. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon jó megoldás. Visszatérve a máltai konferenciára, egy nagyon-nagyon jó ötletet láttam.
Ez egy Erasmus Plus K2 stratégiai partnerség, a Tablio, ahol kimondottan azt vizsgálták, hogy tabletekkel hogyan lehet, bocsánat, nem differenciálni, hanem differenciálni és befogadni a diákokat, vagy integrálni. Tehát most már K1 mobilitásokat is fognak indítani, tehát akit érdekel, az próbálja ezt keresni, mert hogy a Magyarországról is ezek pályázható utak, tehát akár ilyen jellegű továbbképzésbe tanárként is részt vehetünk. És én nagyjából ennyit gondoltam elmondani, és hát most sok szeretettel várnám a kérdéseket, hogyha még időbe beleférünk egy picit. Van-e kérdés esetleg, kedves kollégák? Hogyha valaki szeretne, akkor a chatben nyugodtan be lehet írni. Jó, várunk egy picit, mert ha valaki elkezdett volna írni. Látom, egy olyan kérdés érkezett, hogy vannak-e támogatóid a tantestületből? Igen, tehát elmondanám, hogy mi több projekten is dolgoztunk már közösen, főleg a spanyol tagozat. Tehát volt egy K1-es projektünk, ami kimondottan módszert, ami tartalomfejlesztés volt, és csináltunk egy K2 stratégiai partnerséget is, 6 ország részvételével, 6 iskola részvételével. Ezek mind olyan mérföldkövek voltak, ahol betekintést nyerhettünk a külföldi eszközhasználatba, abba is, hogy például tehát a K2-ben volt norvég partnerünk, például a norvég iskolákban eleve az időjárási szélsőségek miatt úgy mehetnek be a gyerekek, hogy le kell húzni a cipőjüket, tehát egész nap mezit lábmászkálnak. Ez nem csak azért érdekes, mert hogy ennyivel tisztelik az épületet, de abszolút otthonuknak is tekintik az épületet, tehát például a lemorzsolódás és a különbségek, amit hogyha visszanéztek esetleg azon a PISA felmérés dián, azért sem tűnnek ki annyira, mert hogy nem a versengés közegének tekintik az iskolát, és akkor visszakanyarodva a kérdéshez, hogy igen, egyre többen kezdünk gondolkozni így, már csak azért is, mert hogy már nagyon-nagyon jó tagozataink vannak, de a város szélén vagyunk, és elég nehéz úgy nagyon jó gyerekeket elbocsátani és bevonzani, hogyha a szülők többsége úgy dönt, hogy elviszi a belvárosi gimnáziumokba őket. Tehát szinte 3-szoros, 4-szeres pedagógiai munkát kell folytatnunk ahhoz, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, hogy a gyerekek szívesen válasszanak bennünket, és hogy hasonló vagy ugyanolyan eredményeket érjenek el, mint egy másik nagyobb nevű iskolában. Tehát most kezd kialakulni egy kisebb csoport, IKT eszköz használatban már többen is együtt dolgozunk, és nagyon remélem, hogy ez a jövőben, tehát a digitális pedagógia köznevelésben pilot programját is pályáztuk, tehát szívesen, hogyha megnyerjük, és még nagyon várjuk az eredményt, akkor szívesen szeretnénk majd ilyen megosztó szerepet is betölteni a kipróbált módszereink bemutatásával. Aztán néztem még, hogy a virtuális osztályterem neve, begépelem ide is. Amit én használok, az az Edmodo.
Én azért szeretem, mert hogy komplex rendszerbe kezeli a diákok munkáját, mert hogy mondtam, hogy nagyon hasonlít a Facebookra. Egyébként találtok fönn az eTwinning YouTube csatornáján egy Edmodóról szóló webináriumomat is, ami tavaly tavasszal ment le, ha jól tudom, vagy talán májusban. Tehát olyan szabadságot ad a tanárnak, hogy mindenféle tárhely korlátozás nélkül feltöltheti a saját anyagait, kezelheti a mappáit, ha jön egy újabb csoportja, egy újabb osztálya, a már kidolgozott anyagokat újra kioszthatja nekik különböző mappákba, és emellett bármilyen más online tevékenységet vagy linket megoszthat a diákokkal. Tehát még egy pozitívum, hogyha a gyerekeknek esetleg otthoni gépén véletlenül nincs Office programcsomag, akkor az Edmodo-ból, hogyha belép, akkor Open Office-szal meg tud oldani mindent, PPT-t tud készíteni. Tehát nagyon nagy a technikai repertoárja, és nagyon eszközbarát, nagyon felhasználóbarát, tehát bármilyen más link, bármilyen más külső felület ugyanúgy elhelyezhető ott is. Még az eszközökre visszatérve, tehát tudom, hogy ez egy nagy hátrány, de ahogy az ír kollégák is el szokták mondani, hogy szerintem nagyon sok ott dől el, hogy mit gondol erről a tanári kar, vagy az egyes pedagógusok mit gondolnak róla. Tehát hogyha az ember így akar közelíteni a diákokhoz, akkor egy kicsit másképp kell gondolkodnia, és én azt mondom, hogy sokkal több készülést igényel. Tehát ahhoz, hogy ne egyen feladatokat adjunk ki, persze, aki differenciáltan tanít, eddig is így csinálta, de gondoljatok bele abban, hogyha megvan hozzá az eszköz is, akkor egyszer gyártom le, és azt újra hasznosítom. Tehát nem kell papíralapon újra nyomtatni, újra átírni, hanem megfelelő eszközökkel megnyithatóvá válik, vagy egy osztálytermi környezetbe is, akár több szinten is kiaszthatóak a feladatok. De mondom, hogy inkább a hozzáállás, tehát először azt kell eldönteni, hogy hajlandó vagyok bevállalni a plusz munkát, mert hogy ez az, és tényleg az is nagyon sokat számít, hogy vannak-e segítői az embernek, vannak-e társai ebben a munkában, mert mindenképpen kollaborálva, együttműködve, ami tényleg most egy nagyon divatos kifejezés, ez a hálózatosítva, tehát sokkal könnyebb eredményeket elérni a diákok körében is. És hát akkor még ne is beszéljünk arról, hogy egy ilyenfajta pedagógia sokkal szorosabb kapcsolattartást jelent a szülőkkel is. Tehát, hogyha én szeretném tudni, hogy mit hoz otthonról a gyerek, vagy milyen körülmények között él, akkor meg kell találni azokat az eszközöket is, hogy ezt föl tudjam tárni, és ne úgy, hogy ez esetleg a diáknak kellemetlen legyen. Nem tudom, hogy esetleg van-e még kérdés. Köszönjük szépen! Amíg esetleg, hogyha valaki még írve kérdést, addig gyorsan elmondanám, hogy betettem azt a linket, amit ki tudtok, amin az az űrlap érhető el, amit ki tudtok tölteni, hogyha szeretnétek erről a webináriumi részvételről egy oklevelet kapni. És amire szeretném még felhívni a figyelmeteket, hogy a digitalistémahét.hu oldalán a pályázat menüpontban megjelent az erre a tanévre vonatkozó pályázat, érdemes megnézni, úgy, ahogy az elmúlt években is, ebben a tanévben is értékes nyereményeket lehet majd nyerni azoknak, akik elindulnak ezen a pályázatíró versenyen. És amit még szeretnék elmondani nektek, hogy a következő webináriumunk november 20-án lesz, 17 órakor,
és a Televele Média Pedagógiai Egyesületből fogja tartani Nagy Krisztina, és a tudatosság, szűrés, biztonságos tájékoztatás az online környezetben lesz a témája. Azt gondolom, hogy ez is nagyon aktuális és nagyon fontos téma, úgyhogy akkor is várunk mindenkit szeretettel. A webináriumhoz a jelentkezés űrlapját ugyanabban a cikkben megtaláljátok, ahol ennek a webináriumnak a linkje is volt. Lilla, melyik linkre gondolsz, mert én itt most hirtelen háromról is beszéltem. Beillesztettem még egyszer. Jó, az előadás felvétele pedig hamarosan felkerül a Digitális Témahét és az Étwinning YouTube csatornájára is. Mi is nagyon szépen köszönjük, hogy itt Köszönöm a voltatok. Szép figyelmet, estét mindenkinek! további szép estét!